Jenom 5 hat dann, dann nicht auf die Bühne. Az a helyzet, hogy az elmúlt másfél hónapban kettő nagyon-nagyon-nagyon kemény fába vágtam a fejszémet. Az egyikről még mindig nem beszélhetek, kb. Egy hónap múlva meg tudjátok, hogy az mi, megígérem, hogy imádni fogjátok, viszont a mostaniról beszélhetek. Ugyanis Instagramon körülbelül egy-két hete kiraktam egy sztorit, amiben egy lehetőséget biztosítottam arra, hogy valaki, aki bátor ennyire, összeköltözöm velem egy egész hétre. És azt kell mondjam, hogy rengetegen jelentkeztetek, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt kiválasztani azt a szemét, akivel hát aki tulajdonképpen 10 perc múlva megérkezik ide a lakásba. Az igazság, hogy mindig, amikor ilyen örültséget kitálok, azt Instagramra rakom ki, úgyhogy itt az Instagramom, ne felejtsetek el bekövetni. Kettő célja lesz ennek a hétnek, az egyik az, hogy Merci beleláthat a mindennapjaimba, szóval eljöhet velem mindenhova, el is fog jönni velem mindenhova. Viszont azon kívül, hogy belelát a mindennapjaimba, és tényleg bárhova jöhet velem, azon kívül szerveztem neki programokat. Olyan programokat szerveztem, amire a barátaim is eljönnek, majd el fogunk menni gokártozni, el fogunk menni sportlövészetre, eljöhet velem majd podcastelni, de nagyon-nagyon sok minden lesz még ezen a héten, úgyhogy most várom Mercit, aki 11 perc múlva kell, hogy ideérjen, azt mondta 7 órakor érkezik, és elindul ez a kalandokkal teli hét. Az a helyzet, hogy megérkezett Merci, aki már becsöngetett. Szia Merci! Szia! Örülök, hogy megismerlek. Én is. Harry. Merci. Na, bemutatom a lakást neked, utána leülünk dumálni. Ja. Izgulsz, látom. Igen. Nem kell, nem Igen. kell, nem harapok. Merci, ez itt a nappalim. Nem tudom, nézted már a videóim? Persze. Ó, akkor ezt már láttad. Igen. Ez a nappalim. Benn van az zongora szoba, ahol a te kis szobád lesz. Abból csinálunk ágyat, amúgy tényleg nagyon kényelmes. Vettem neked egy új pokrócot, bár meleged lesz. Párnát majd húzunk fel. Szóval itt fogsz aludni. Itt van a WC. Ez azért ilyen hangszigetelt, mert hogyha ilyen ének dolgokat veszünk fel, akkor oda be lehet menni, becsukjuk mindkettőt, és ott fel lehet venni. Itt pedig a konyhám, amit nem nagyon szeretek, és nem nagyon szoktam itt semmit csinálni, úgyhogy ide bármikor úgy gyere, mintha otthon lennél. Mercivel beszéltünk egy kicsit így kamerán kívül, nyilván feloldjuk a hangulatot. Mondtam, hogy milyen bátor vagy, hogy így eljött, és tényleg nagyon bátor, hogy így eljött. Ő pedig mondta, hogy én milyen bátor vagyok, hogy bárkit beengedek a lakásomba. Vicces, mert amúgy tényleg nem beszéltünk meg semmit előre. Nem volt az, hogy bemutatkoztál, írtál egy 6 km-es üzenetet, hogy ki vagy, hol élsz, mit csinálsz, azt tudom, hogy hol laksz, azt tudom, hány éves vagy. Tényleg nem tudok semmit, hogy ez annyira spontán ez az egész, hogy most fogok megtudni én is információkat. De azt tudom, hogy hány éves vagy. 26 éves vagyok. Na, akkor egy év van köztünk. Honnan jöttél? Budapestről. Ja, igen? Igen. Jó, akkor ez, na, ezt be is kell csukni. Igen, ez az undorító hangzavar Budapestről. Nem egy interjú lesz ez most, szóval hogy most nem fogunk itt ülni egy órát. Hoztál két Red Bullt, és mondhatod, hogy valami sztori tartozik hozzá. Habár tudom, hogy igazából bármennyit megkaphatsz, de úgy voltam vele, hogy meglepett titeket. Nagyon cuki, köszönjük szépen. És igazából sütöttem is, de komolyan? Nem sikerült. Ja. Megkóstoltam, lecsekkoltam, és nem lett jó. Ugye nem vagyok egy konyhatündér, de úgy gondoltam, hogy valamivel meglepnélek benneteket, de nem jött. Semmi baj. Nagyon szépen köszönjük. Ez itt most az első nap estéje. Jön a zsömi, kicsit zenélgetünk, alszunk, mert holnap korán kellünk, holnap megyünk boxolni, minden reggel. 6:50 körül kelek, 7:30-ra járok boxolni, van, hogy előbb van, hogy később. Most várjuk meg Zsömit, kicsit zenélgessünk, és induljon holnap az egész kalanddal teli hét. Jó, várom. Hol voltál eddig? Késett a vonat. Sőtes. Csátesó. Na, az a helyzet. Na. Itt van nálam Merci. Amikor Zsömi nálam alszik, akkor általában ebben a szobában alszik. Itt bent a zongora szobában, ami most Merci szobája lett, úgyhogy itt nem tud aludni. Arra gondoltunk, hogy most úgy fogsz aludni, hogy ezt a fotelt és azt a fotelt összetoljuk, és az lesz az ágyad. Nem lenne jobb ezt a fotelt és azt a fotelt? Nem, mert az elcsúszik, az könnyebb, meg ez sokkal puhább. Oké. Okay. Hú, tesó. Jól aludtál? Csodálatos parányos. Szép reggelt kívánok. Jézusom. Gyere! Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy aludtál? Az első éjszakád milyen volt Harry lakba? Jó, hát ilyen kilátással. Jó volt itt kelni? Igen, nagyon. Na, az a helyzet, hogy ugyan még nincs 7 óra, de indulunk boxolni. Jézusom.
Jó reggelt! Jó reggelt! Merci Máté! Máté, merci! Szia, Máté! Bálint, merci! Hello. Merci Bálint! Merci nálam lakik most! Részvétem! Ilyet szalagszakadás, sportszűrűzés... Majd akkor ma lesz! Nagyon jó! Ne, bízunk benne, hogy sem ilyen! Bazal egy ilyen boxtal! Kezdünk! Ciao Máté! Szia köszi. Uram! Holnap! Jó! Alábecsülted a sportot? Igen, óriási respekt neked! Igen, hát... Sokan azt hívják, csak ütöd a zsákot, el se fáradsz, aztán a tizedik ütés után már bedurransz, meg érzed. Lábad hogy van? Alakul. Mármint, hogy rossz irányba? Jó. De jó, elhoztak az első program, vagy hát program, és már lesérülsz. Jó, ma Harry. Nagyon fáj. Első nap, első reggel, első program, és már sérülést nem vettél. Ne haragudj. Gábor már lent vár minket, úgyhogy összeszedelőcködünk, lemegyünk, bőlünk a kocsiba, és indulunk Balassa gyarmatra, de Atiékat még felvesszük Vácon, előtte viszont megkállunk egy helyen, mert valamit elfelejtettem. Na, szóval amit elfelejtettem, és aminek nem fogtok örülni, az az, hogy elfelejtettem feltölteni az autót. Egy körülbelül fél órás elképesztően izgalmas töltés után elindultunk Balassagyarmat felé, viszont Merci jelezte, hogy valakit látni szeretne, akit a videóimban is vert meg, úgyhogy megejtettünk még egy gyors megállót. Szevasz, csirke! Cuki, csípke! Mondtam, ne legyél hülye, nyó van a végén. Na, nem kell. Nem. Úgy csak nyújtsd a kezed, nyugodtan csipke, jól van. Ja. Nyugodtan csipke. Nem kell csipke. Felesleges csipke. Sikerült volna egy normális képet. Hát csinálj most. Csak meg... ez volt a jó az. Na, meg vagy elégedve? Simogatáson meg túl vagyunk. Aranyos volt. Imádtam ezt a kutyát. Lehetünk más. Igen. Megjöttünk. Gokárt a szemed? Nem, de ez bakancs listám volt. Ó, ezt adom. Átfedlünk szépbe. Jó? Várjál, még nem jó. Ezt érezni, nem kell nyomni neki, ahogy kényelmes. Tehát, hogy senki nem hajt, ahogy biztonságosnak érted, jó? A lényeg, hogy élvezés, majd elkezdett ráérezni. Segítsek? Aha. Na? Nagyon gyorsan mentél. Nagyon. Milyen volt? Jó volt, nagyon. Amúgy jó volt? Igen, nagyon. Gyorsabb volt, amikor ketten mentünk? Igen, de azt élveztem a legjobban. Tényleg? Mehetünk volna a második kör. Fú, de könnyű ezt forgatni most, te fura. Az elején oké, ott még hát életed belőször gokártoztál. Ijesztő volt? Kicsit. De másodszor megjavítottál, majdnem fél percet javított Merci az idején. Szóval, hogy ott kezdted érezni. Visszamegyünk Vácra, Vácon ebédelünk egyet, az egyik kedvenc éttermünkbe, aztán pedig megyünk vissza Pestre is, vége a nap. Gyere! Jó reggelt! Jó reggelt! Túl vagyunk a második éjszakán, szóval ez a harmadik nap. Hogy vagy? Hogy aludtál? Jól. Bírod még? Igen. Nem akarsz hazamenni? Nem. Szóval a mai napon elmegyünk podcastelni. Ez úgy szokott kinézni, hogy ma én írom a témát. Ha más írja a témát, akkor én nem készülök semmivel, csak megyek. Ma nekem kell írni a témát, Barni ugye nincsen. Ezt úgy szoktam csinálni, hogy reggel felkelek, fél álomban elkezdem írni. Jó. Szép jó reggelt mindenkinek. Jó a hajam, tudom. Merci bent éppen fürdik. Én pedig most kb. Egy órával a podcastünk előtt készülök fel a podcastre. Utána elmegyek fürdeni, fürdés közül jönnek a legjobb ötletek, mindig ott állok ki új dolgokat. Mai napon te is benne lesz egy kicsit a podcastbe. Nem végig, de be fogsz ülni egy picit. Ittünk a kis stúdiónkba. Jó reggelt, tess! Merci, Ábel, Ábel, Merci. Bocs, átbújok. Szia. Szia. Ábel. Szia. Ábel. Csőtes. Császtok, tese. Jó. Nem lehet, hogy más írta össze a témát? Nem, én írtam össze, tényleg. Viszont
Lesz neki is szerepe, úgyhogy három mikrofon kell a mai adásba. Van egy új barnink. Hogy tetszik a stúdiónk élőbe? Láttam a podcastet, nem? Persze. Jobb élőben. Mondta, hogy nagyon rossz veled lakni. Igen? Ne, majd ezt kifaggatjuk a podcastbe. Szebb élőben, mint videón, nem? Igen. Nem jön át videón, milyen sajnos, igen. Viszont jöjjön be Merci, jöjjön be most Merci. Hatalmas nap, nincs tapsgépünk még. Ez ugye elviseltett két napon keresztül egyelőre a helyzet. Ez a harmadik nap, igen, ahogy már mondtam, harmadik nap élünk együtt. Szia! Nyugodtan húz közel a barni, egy kicsit pecsajosodott. A mai nap úgy folytatódik, hogy elviszem most Mercit dolgozni, mert nem egy börtönben van nálam, szóval a saját dolgait nyilván csinálja. Most táncot oktatsz. Igen, kicsiknek. Ahova te nem jössz, mert hogy... Majd egyszer. Nem, fölírtam videó ötletnek, el fog menni egyszer honnan. Utána pedig mire visszaérsz, én addig kicsit gyakorlok zongorán, mert majd jön egy énekes lány Evelyn este, meg Zsömi is hozzám, és ma este is zenégetni fogunk, csak ma már úgy, hogy lesz egy kis ének, nem úgy, mint a... Jó reggel. Nem jó az a reggel. Szép jó reggelt mindenkinek. Az a helyzet, hogy elérkeztünk az utolsó... Itt van Merci is. Elérkeztünk az utolsó előtti naphoz. Merci egész délő dolgozott, most mindjárt dél van. Én elmentem edzeni, utána megvártuk, amíg dolgozik Merci. Most pedig indulunk Gyarmatpusztára. Gyarmatpusztán van egy lőtér, ahol ma lőni fogunk. Na hát az a helyzet, hogy megjöttünk, izgulsz? Igen, nagyon. Ettől izgulsz jobban, vagy a gokártól izgulsz jobban? Ettől. Tényleg? Igen. Tehát olyan, mint egy rendes lövészet, szóval nem olyan, mint egy rendes fegyver előnénk, és egy nagyon nagyot visszaüt. Tehát ez inkább ilyen, inkább szórakozás, mert nem üt akkor át a válladra, ugye ilyen rendes sörétes puska lesz, és korongot fognak kilőni, és a korongot kell találni, el fog a bácsi mindent mondani, nagyon aranyos, nagyon jó fej, úgyhogy élvezni fogod, megígérem. Jó. Na, hogy tetszett, Merci? Jó volt, bár eltaláltam volna többet is. Jó, tényleg egyet amúgy eltaláltál. Nehéz volt a fegyver egy picit, nem? Azt igen, láttam, nagyon. Hogy nehéz volt, mert ahogy így le kellett volna követned, ott azért láttam, hogy nehéz, de nagyon ügyes voltál, egyet eltaláltál. De tényleg, először csinálod, szóval nagyon, nagyon jó. Csak azt nem vettem fel. Igen. Természetesen pont akkor cseréltem objektívet, úgyhogy ügyes voltál, Merci. De most visszamegyünk Pestre, Merci elmegy dolgozni, este pedig megtanítalak egy nagyon egyszerű zongora darabra, egy számra, mert mondtad, hogy tanultál zongorázni, de feladtad, úgyhogy egy utolsó este megtanítalak egy számra. Milyen volt a edzésed? Nagyon jó, ilyen javasztam. Ha még van erőd, akkor tanítalak egy kicsit zongorázni. Jó. Van egy szám, amit mindig megtanítok olyanoknak, akik nem tudnak zongorázni. Én tanítom meg, mert egy ilyen boci-boci tarkánál nagyobb sikerélmény. Szóval, hogy tényleg mindig ezt tanítom meg, de azért, mert ez nagy sikerélmény. Ezt kell majd csinálnod. Jó volt, de nem jó volt, szép volt. Ez tényleg jó volt, most eltaláltad. Elérkeztünk az utolsó nap reggeléhez, tenisz után ugyanis elköszönünk, és vége van ennek a kalandos hétnek, viszont Merci jelezte. Szoktál teniszt nézni? Igen. Ami van kedvenced is? Közömehetünk. Federer. Ó, nagyon jó, maradhatsz. Voltál már bármikor teniszpályán? Voltam. Ja igen, de teniszeztél is? A barátnőmnek az edzésén. De csak nézted? Igen. Semmi tenisz? Semmi. Hozok egy ütőt. Na, adok neked egy teniszütőt. Akkor próbáljuk meg azt, hogy ezt csak így pattogtass labdát így. Igen? Nem baj. Úgy. Úgy. Mindegyik átjön. Mehetsz Roland Garrosra. Az a helyzet, hogy először is ki. Fájdalmas búcsú következik. Elérkeztünk a hetünk végéhez. Teljesen őszintén, nem is akarlak kérdezgetni, teljesen őszintén, ami benned van,
pozitív, negatív, nyugodtan mondd el. Tényleg bármit mondja, úgyis kivágom, hogyha olyan. Ez volt életem egyik legintenzívebb hete, nagyon-nagyon sok ingerért. Nagyon jó volt így belátni az életedbe. Az biztos, hogy így a képeken keresztül teljesen más jöttél, sokkal ridegebbnek tűntél, kevésbé jó fejnek. De ezt megcáfoltad itt az 5 nap alatt. Ami nagyon szimpatikus volt Harryben, hogy nagyon-nagyon alázatos, mind a mellett, hogy szerintem nagyon-nagyon sikeres, tökre felnézek arra, amit csinál, meg tudatos is emellett, úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon nagy kellemes csalódás volt, és hálás leszek mindig, hogy én lettem a kiválasztott. Köszönöm szépen, jól esett, tényleg. Attól izgultam, hogy lesznek ilyen kínos csendek, ilyen cringe pillanatok, de egy se volt szerintem. Tehát, hogy volt, amikor, mint hogy csendbe mentünk a kocsiba egymás mellett, de akkor is már megbeszéltünk mindent, mindenki bámult kifele, mint hogyha anyukámékkal mentem volna a kocsiba. Tehát, hogy nem volt kellemetlen pillanat. Köszönöm, hogy eljöttél még egyszer. Én is nagyon szépen köszönöm. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Nagyon fontos, hogy kövessetek Instagramon, mert ott minden ilyen interaktív dolgot, ahol bevonok nézőt videóba, bármibe, azt Instagramon fogom meghirdetni ezek után is, úgyhogy kövessetek Instagramon, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!